A Gödöllői Belvárosi Napok programjai között idén is volt futóverseny, látványos táncbemutató, főzőverseny, folklórudvar, kézműves vásár, de a gyermekek részt vettek kézműves foglalkozásokon és ügyességi versenyeken is. A több helyszínen zajló kétnapos rendezvénysorozatra idén is több ezeren látogattak ki. A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület szervezésében idén is megtelt a Civil utca, ahol 25 szervezetnek nyílt lehetősége a bemutatkozásra. Az érdeklődők megismerhették itt többek között a Royal Rangers Gödöllői csoportjának tevékenységét, találkozhattak a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesületének, vagy a Margita 344,2 turisztikai és sportegyesület tagjaival is. Idén először a helyi polgárőrök is bemutatkoztak a Belvárosi Napok Civil utcájában. Gödöllőn majdnem 20 éve van polgárőrség, az Ózon polgárőrség az 2012-ben alakult itt Gödöllőn. Ez egy, illetve Bálint István alakította a Gödöllői Polgárőr Egyesületet. Én egy éve vettem át tőle a vezetést, és 35-en vagyunk most itt Gödöllőn. Civil utcában azért vagyunk itt, hogy taktoborzást tartsunk, illetve a város lakosságának megmutassuk a munkánkat, és aki kedvet érez, az támogassa a szabad idejébe, energiájával, idejével, munkájával az Egyesületet, és besegítsen esetleg a rendezvények biztosításába, vagy a közös járőrözéssel, a bűnmegelőzéssel kapcsolatban. Továbbá a fiataloknak, a 18 év alatti érettségiző diákoknak is lehetőséget adunk, hogy az 50 órás civil közösségi munkát elvégezhessen nálunk, illetve letölthesse a szabad idejébe. A 2002-ben alakult Magyar Kerékpáros Klub Gödöllői csoportja is bemutatkozott a Belvárosi Napok Civil utcájában. A kerékpáros szervezet, mely már a több mint 2000 taggal rendelkezik az országban, fő céljának tekinti a kerékpározás hazai terjedésének elősegítését, kultúrájának megteremtését. A Gödöllői csoportunk, hát ha jól számolom, 4 vagy 5 évvel ezelőtt alakult meg, 10 fővel, és azóta van a Magyar Kerékpáros Klubnak Gödöllői kihelyezett csoportja. Hány tagja van a csoportnak, és abból hányan aktívak? Hát jelenleg is valószínűleg még 10 tagja van, és ebből a 10 tagból olyan 7-en vagyunk még aktívak. Sajnos sokkal többen kéne legyünk, és sokkal többen aktívak. Sajnos Gödöllő elég dimbes, dombos város, és az a tapasztalat, hogy kerékpárra felfele nem nagyon szeretnek menni az emberek, inkább csak lefele, ezért itt sokkal nehezebben fog kialakulni egy kerékpáros kultúra, egy nagyon aktív kerékpáros élet, hogy mindenki, aki mondjuk bejön a központba, az kerékpárral jöjjön be, és ne gépkocsival. Ezért próbálunk egyelőre útvonalakat kijelöltetni az önkormányzal, ahol szerintünk biztonságos a közlekedés. Ez egy lassú folyamat, most eljutottunk oda, hogy a Gyorzsa-György utat újítják fel, és reméljük, hogy minél előbb még több útvonalat sikerül kijelölni, megépíteni akár bekötni minket az országos kerékpárútvonalba, amire vannak tervek, csak valamiért Gödöllői részt az kiszokott maradni. A Magyar Teátrum Színházi Sátor házigazdái, Németh Kristóf és Szente Vajk idén színházi kvízjátékkal, meseelőadásokkal, zenei programokkal és szakmai beszélgetésekkel várták a nagy közönséget. Szombaton délután a sportsikerekkel kapcsolatos gondolataikat osztották meg a hallgatósággal Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó,
Kovács Péter szkanderbajnok és Hajdú B. István Prima Primissima díjas sportújságíró. Igen, a nagy sportág választó nagyköveteként, sajtófőnökeként mostanában nagyon sokszor fölmerül ez a kérdés, hogy melyik sportág, melyik gyereknek mi való. És sportpszichológia könyvben volt szerencsém közreműködőként is részt venni, és pont ez a szülői hatalmas döntés. Ugye a mai napon, egy szeptemberi napon egy szülő előtt ott van 5000 lehetőség, hogy mit csináljon a gyerek, mivel foglalkozon, zongorázzon, táncoljon, úszon, fusson, mivel töltse a napjait. Színjátszóba menjen. Igen, színház, bocsánat, ezzel kellett volna kezdenem, leveletlen vagyok. Semmi baj. Hát csak ugye tényleg a paletta. Igen, széles, és én számos dolog iránt érdeklődöm, mint rajongó, mint érdeklődő. De valahogy ez volt, hogy az egyedüli tesó nélkül felnövő kisfiú, aki jó nagy darab, imádja a labdát, ha lát egy vizet, akkor beugrik, még a pocsolyába is szinte. Így ez úgy volt az egész kialakítva genetikailag, meg úgy az életem, hogy ez a vízilabda felé tereljem. De sport, innen folytatjuk igen, veled. Sportsikerek nem lennek sportsikerek megfelelő kommentálás nélkül. Én abszolút hálás lehetek a Gergőéknek és annak a vízilabda generációnak, hogy megadta a lehetőséget, hogy együtt örüljünk. Hiszen ugye hát azt meg mondanom sem kell, hogy mi mindig együtt győzünk, és legfeljebb ők kapnak ki. Tehát a vereséghez már nekünk nincs közünk, de a győzelemhez ez annál inkább. Ami a nehéz, ugye, hogy amit mi csinálunk, az abszolút hát most majdnem azt mondtam, hogy a pillanat művészete, de nem hiszem, hogy művészet. Tehát, a pillanatnyi reakció, mert ami történik a vízben egy 7-7-es állásnál egy magyar-szerb vízilabda döntőn, arra nem lehet azt mondani, hogy jaj, most ezt elrontottam, most dobd már benne, légy szíves, még egyszer azt a gólt, mert most van egy jobb mondatom, és azt mondanám erre. Egy hang és egy basszusgitár. Az Oti Voice and Bass sajátos formációja Gödöllőn a Belvárosi Napok teátrumi sátrában is bizonyította, hogy innyentségnek számítanak a hazai formációk körében. Change the world. I would breathe the sunlight in your eyes. You think my love is really something good. Baby, if I could change the way, baby, if I could change the way, baby, if I could change the world. Drop out and pray, drop out and Belvárosi Napok színpadán mindeközben Szalóki Ági többszörös fonogramdíjas énekes gyermekkoncertjét élvezhették a legkisebbek. Élvonalbeli magyar session zenészek alkotják a gödöllői zenetanár Csányi István és barátaiból álló Saxofunk együttest. Első nagy sikerű gödöllői koncertjükre vendégeket is meghívtak. Yeah.
Gödöllői Belvárosi Napok szombati programjait Takács Nikolász nagy koncertje zárta. Vasárnap délelőtt negyedik alkalommal rendezték meg az Ebugatta kutyás pikniket a Gödöllői Belvárosi Napok keretében, amire több száz kutya érkezett gazdájával, nem csak Gödöllőről. A piknik kutyaszépségversenyén több kategóriában és több korcsoportban is versengtek. A zsűri feladata az volt, hogy a ide érkező kutyusok közül kiválassza a neki tetsző három legszebbet, hiszen ez nem egy nemzetközi kutyakiállítás, hanem egy kedvelésből tartott kutyák versenye, tehát itt az aranyosság, kedvesség számított, de természetesen senki nem távozhatott üres kézzel, hiszen Gödöllő városától mindenki oklevelet kapott, valamint támogatóink mindenkit ajándékokkal leptek meg. A zsűrit eleve úgy válogattam össze, hogy a szakmájukban profi kutyakiképzők, kutyások, sőt van közöttük nemzetközi különbíró is, tehát aki rendes nagy kiállításokon van. Mindenkinek más volt a szemszögje, de az, ami az Ebugattának a lényege, hogy látszódjon, hogy a kutya gazdi között milyen a kapcsolat. Itt ilyen 1-2 perc alatt kell ezt megmutatni. Annyi volt a feladat, hogy el kellett mondani, hogy hívják a kutyust. Már volt, akinek ez is hirtelen zavarában nehézséget okozott. Majd bejöttek, tettek egy kört, és utána szépen be kellett állítani a kutyust, vagy leültek mellé, hogy jól érezzék magukat. Ugye ez az Ebugatta nap már negyedszerre került megrendezésre itt Gödöllőn, nagy örömünkre, és minden évben egyre többen vannak, ez is bizonyítja, hogy ez egy sikeres program. És ennek a lényege az, hogy ugye nagyon sokan szeretnének a kutyáikkal kiállításra menni, megmutatni a kedvenceiket, viszont ugye maguk a nagy kiállítások, azt mondhatjuk úgy, hogy a menő kutyáknak való, tehát a fajtatisztáknak, és ugye abból is ugye nagyon nagy pedigrével rendelkezőknek, és sokan úgy gondolják, hogy ők azt nem próbálnák meg. Viszont itt van a lehetőség, hogy a kedvenceiket akár keverékkutya, akár fajtatiszta elhozzák, és itt meg tudják mutatni. Minden kategóriának két zsűrije volt, kategóriánként, de volt, ahol átfedés is volt. Volt nemzetközi különbírónk, az egyébként az ország minden területéről, ugyanúgy, ahogy a kutyások bejelentkeztek. Az előbb Bélapátfalváról hoztak ide egy kis kutyát, a tenyésztője küldte, hogy nézzen meg és adjak neki egy puzit, hiszen ők is az Ebugattás közösség és csapattagja. Mi online egy nagy család vagyunk. Így az ország minden részéről, Hódmezővásárhelyről, Miskolcról, mindenhonnan érkeztek ide Gödöllőre a kiállítók, és a zsűrim is, ha jól tudom, még volt, aki a határ széléről is jött, Pécsről jött az egyik zsűritagunk. Tehát mondhatni, ez egy jó kis határon belüli összecsapatosodás volt, ami itt ma történt.
Milyen gyakran van e-bugatta találkozó, és hol lesz a következő állomás? Az e-bugatta elsősorban itt Gödöllőn van, hiszen a Gödöllői Városi Napok keretén belül dr. Gémesi György mindig alkalmat ad arra nekünk, hogy ezt a délelőttöt itt mi bonyolítsuk le a versenyekkel, és bemutassuk, hogyan lehet a felelős és kultúrát, állattartás igéjét mondhatni, terjeszteni, hiszen az a cél, hogy összeszedjék a kutyák után a kutyakakit, legyen minden kutya oltva, mikrocsippelve, és hogy felelősen válasszunk fajtát, ebbe segítettek nagyon sokan, és ami a legfontosabb volt, hogy nagy kutya egészségnapot is tartottunk. A szemészeti szakrendeléstől kezdve a fizioterápián, hidroterápián keresztül, masszázson át, mindenféle olyan dolog volt, amiben tanácsot kérhettek a kitelepült szakemberektől, és amit még nagyon fontosnak tartok, hogy olyan szolgáltatók hozták el a termékeiket, amik boltokban nem igazán kaphatók, tehát szinte mondhatni csak itt ismerik meg élőben a kutyatartók ezeket a termékeket, akár a kutya tisztántartásával kapcsolatban, akár speciális névre szóló kutyakendő, fekhely, minden, ami a gazdi igényeihez igazodik. Valamint jelen van Gödöllő állatvédő csapata is, illetve a Yorkie, a Spaniel, a Westie fajtamentők is, tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy aki tud, fogadjon örökbe kutyust. Voltak a rendezvény támogatói. Természetesen elsősorban Gödöllő város polgármesterének, dr. Gémesi Györgynek és Péter Ficsabának, a kabinetvezetőnek szeretném megköszönni, hiszen ők hívtak ide meg minket, valamint itt volt dr. Nánási Éva is, címzetes főjegyzőasszony, illetve a helyi állatorvosok, akik segítették a munkákat, és természetesen az egész rendezvényt a Művelődésik Háza csapata szervezte itt a körülöttünk lévő mindennel együtt. És nálunk az Arion Kutya Szépségverseny volt, tehát ez a cég volt, aki ajándékokkal támogatta a kutyusokat, és minden versenyző tőlük kapott kis ajándékcsomagot, valamint nem sokára fog kezdődni a Pet Bowl szuperkutya evő verseny, ami egy igazán különleges rekord lesz, hiszen nem csak a legügyesebb, legokosabb kutyát keressük itt, hanem a leggyorsabban evőt is. Az e-bugatta piknik tombola sorsolással és a Gödöllői Kutyasportközpont vidám bemutatójával zárult Halász Árpád állatkoordinátor vezetésével. A teátrumi sátor a belvárosi napok vasárnapján is színes programokat kínált a betérőknek. Péterfi Csaba, Gödöllőváros kommunikációs igazgatója divatról és stílusról beszélgetett Kanizsai Szilka Ágnessel, a Szilka Fashion tulajdonosával és Pap Janó jelmeztervezővel. Mennyivel ért egyet Ágnes Márai Sándorra, hogy az öltözködés, na azzal egyáltalán nem kell törődnünk? Hát nyilván, hogyha ez a szakmám, akkor nem tudok fel egyet érteni. Én azt gondolom, hogy az első benyomásban nincs kettő. Hogyha valaki valamit valahova megjelenik, akkor abban a pillanatban biztos, hogy van egy első benyomás. Ha képviselek valamit, akár egy céget, akár egy saját magamat, akkor aznak nagyon fontos, hogy ahhoz méltó legyek, ahhoz a stílushoz, úgy öltözkedjek fel. Úgyhogy abszolút nem értek vele egyet. Akkor most egy kicsit a színházhoz ugrunk, mert hát természetesen ugye a jelmez az, amit a színészeken mi láthatunk, azt mondhatjuk azt, hogy sokszor számunkra adott, de most nem a jelmezről szeretnélek téged először megkérdezni, hanem a színházba érkező közönségről. Ott mennyire törődünk ma az öltözködéssel?
aktuális a kérdés, és valóban fennáll ez a probléma, hogy felhigult tulajdonképpen a nézőközönség hozzáállása. Azt kell, azt hiszem, intézményektől függetlenül is mondhatni, akár itt az Operaház közönségét értem ezáltal. Természetesen ezzel nem degradálni szeretnék senkit, aki érdeklődő és a színházba ellátogat, akár műfajtól függetlenül is. Ennek nagyon örülünk. Én különben a kérdés konkrétum mára válaszolva nem nagyon találkozom a közönséggel, mivel én nekem igazából a főpróba hétig tart, és a premierig tart a munkám. Általában a premier közönséggel találkozom, akik viszont még szerencsére mindig valóban megtisztelik az alkalmat, és valóban egy illusztris megjelenést láthatok, ahogy szétnézek a néző téren és a nézők között. A nagy színpadon már kora délutántól váltották egymást a fellépők. Először a gyermekeknek adott bábkoncertet a műfaj hazai úttörője, Kalap Jakab. Olyan csodálatosak az állatok, na milyenek vannak nálatok, ilyenkor a közönség elkezd kiabálni, főleg a gyerekek, hogy milyen állatok vannak nálatok. Szomszédokat nem ér mondani. Milyen? Tudtam, hogy tyúkok, de én kutyának értettem, ezért az ő, hogy itt van Bodri a kutya, már megér a csontját, eldugtam, nektek megvan hangotok, gyorsan utánozzátok, hogy csinál a kutya, szeretném hallani, kicsit hangosabban, jó. Csodálatosak az állatok, néha tátvan marad a szájatok, olyan csodálatosak az állatok, néha leesik az állatok, olyan csodálatosak az állatok, még ilyenek vannak nálatok. Csonka András színész, énekes a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel szórakoztatta a gödöllői közönséget. Hogy milyen, na milyen, de milyen az én. Gyerünk! Állj meg kislány, állj meg kislány, hátul is, ó! Állj meg kislány, állj meg kislány! Orosz György napjaink egyik legnépszerűbb stand-up komikusa, a Belvárosi Napok közönségének rekesz izmait tornáztatta meg. Voltam egyszer ezen a nyáron egy lagziban. Ki az, aki volt lagziban idén nyáron? Rengetegben volt. Nagyon örülök. De nem tudom, alkoholtartalmú italt szokott fogyasztani a lagziban? Nem itt, a lagziban. Ott se, nagyon jó. Keresztapám mindig a legrészegebb. Náluk már a faluban lehet bérelni legrészegebb embert. Eljön, egyel többet iszik, mint te, és akkor nem téged szid a feleséged másnap. Na, a lagziban jön a vőfé, és azt mondja, biztos hallottuk már ezt a mondatot, a feleség az élet rengetegében az ösvény. Keresztapám mondta, dehogy ösvény, csapás, esetleg. Mindeközben a teátrumi sátorban Cseh Tamás dalait hallgathattuk meg Vodku fiai előadásában. Egy hirdetés, kéne egy ház, halál, jut nekem még, jobb kőbérlő, talán. Thank you.
A hagyományokhoz híven a gödöllői belvárosi napokat záró tűzijátékot nagy koncert előzte meg. Idén az 1981-ben alakult KFT zenekar lépett fel, akik ironikus hangvételű, abszurd szövegközpontú dalaikkal Gödöllőn is nagy sikert arattak. Koncerttel véget ért a két nap, ami fantasztikus programokat adott mindannyiunk számára, akire följönne, látná, hogy teljesen tele van a tér, sőt egészen a kastélyre irányában is ott vannak azok, akik várják az utolsó eseményt, ami a tűzijáték lesz. De előtte engedjék meg, hogy megköszönjem mindenkinek, aki ennek a ma két napnak a programját összerakta, és akik itt voltak, láthatatlanul is dolgoztak. Elsősorban a Művészetek Háza munkatársainak kérek egy nagy tapsot! Városüzemeltető és szolgáltató KFT-nek szintén egy nagy tapsot. A vendéglátóknak, köztük a Kalória KHT-nek szintén egy nagy tapsot. És természetesen önöknek, akik eljöttek, és egyetlen egy balhé nem volt. Ez Gödöllő! És akkor most semmi más nem fog történni. Kastély irányából jön a tűzijáték. Hármat számolok. És mondok egy gongot, utána elindul három gong, és aztán egy gyönyörű tűzijátékkal köszönünk el önöktől, vigyázzanak magukra, jó éjszakát kívánok! 3, 2, 1, gong!